hogyan alkalmazkodjanak és tartsanak lépést a keresztény férfiak a mai korra, amikor már nem az a megszokott, hogy a férfi tartja egyedül a családot. Hát szerintem nem a korral kell nekünk tartani a lépést meg az ütemet, hanem az Isten igével. Azt az épp elég nehéz. Tehát azt, hogy azt tartsuk, amit az Isten mond. Ha így is eléggé betüremkedett a világ a gyülekezetekbe. Így is eléggé betüremkedett a világ a személyes életünkbe. És én azt gondolom, hogy nekünk az Isten igényét kell megpróbálni alkalmazni a személyes életbe, a gyülekezetbe. Tehát én nem veszek mintát arról, hogy a világ milyen. Benne élek, tudom, hogy van, de nem kell nekem alkalmazkodni ilyen értelemben a világhoz. Ott benne dolgozunk, ott vállalkozok én is. Full világi emberekkel van üzletünk, meg kapcsolatom, rengeteg férfiakban, nőkkel is, de nekem ez nem érték. Nem az az érték, hanem az az érték, amit az Isten mond, hogy csináljam. Tehát nem tudom, mire gondolt a kérdező, hogy... Mert ezért ez elég... Lehet egy kis pontosítást kérni? Én voltam ezt, tehát hogy igazából rosszul fogalmaztam meg, hogy igazából maga az, ez már kiderült meg a finom, hogy... Tehát ez nem egy normális dolog már manapság, csak a férfi tartja. Erről már volt szó tegnap, amikor is a világban beszéltünk erről, hogy nyilván egy olyan társadalom, hogy egy jogúság van, és már... Igen, hát mert jó lenne az, hogyha nő tudna a gyerekekkel foglalkozni, nevelni, tanítani őket, hogy a példabeszédek is írja, és a férfinek egyedül a keresete elég lenne ahhoz, hogy meg tudja élni, jól a család. Na de ez már rég fel van adva. Tehát ez már nem kérdés, a női egyenjogúsággal az is bejött, hogy dupla terhet cipelnek. Szerintem a nők helyzete sokkal, de sokkal rosszabb, tragédia, és még jobban akarunk karriert építeni, még jobban akarjuk a nőket helyzetbe hozni, és nem veszük észre, hogy közben a család épül le. A gyerekekkel való foglalkozás, a türelem, a kötődés tönkre megy. Tehát amikor én hadakozok a nőkkel, hogy ne vállalj többet, ne akarj még nagyobb vezető lenni, ne akarj karriert építeni, az pont ő értük van, nem pedig ellenük. Mert ledolgozza 8 órát, otthon még 8 órát dolgozik a gyerekkel reggel korán, meg délután, meg a családdal, és akkor legyen még utána jó szerető, meg ne fájjon a fejem, mit tudom én, persze, hogy nem megy. Bámulatos az, hogy a nő milyen teherbíró képessége vannak megállva, hogy bírják ezt idegileg, mi férfiak nem bírnánk. Most beszéltem fiatal párral, 2 gyerekük van, és a feleséget megműtötték. És a férfi kivett 10 nap szabadságot jó férként, hazament, és hogy segít a női munkát. Az első nap meg akart őrülni. A második nap majdnem bele is rokkant, és elkezdett, és azt mondta nekem a harmadik felhívott, azt mondja, az elképesztő. Mindig családcentrikus voltam, de hogy nőként ezt hogy lehet csinálni, felfoghatatlan számunkra. Tehát minden tisztelt a nőké, csak akkor jó, hogyha a nő ezzel nem jön vissza, és nem akarja lenyomni a torkunkon, akkor tudjuk igazán értékelni. De most is azt mondom, hogy az lenne, hogy a férfi 8 óra munkával el tudna tartani a családot, a nő pedig tudna foglalkozni a gyerekekkel, kötődések lenne, tehát az ördögnek pont nem ez a célja, hanem az a célja, hogy szétszakítson mindent. Hogy mondjuk egy személyes példát, én meg tudtam engedni azt a családba, hogy a feleségem felnevelje a gyerekeket úgy, hogy vállalkozásból éltünk, és miután a gyerekek felnőttek, kirepültek már így abból a életkorban, ahol már nem kellett olyan személyes részvétel, úgy döntöttünk közösen a feleségemmel, hogy akkor ő elkezd állást keresni, és én ezt támogattam, mert ugyanakkor meg kell, hogy egy nő értékesnek érezze magát, és nagyon sok nő látom azt, hogy ha a polgári életben nem tartja értékesnek magát, akkor az rossz hatása van így az életére nézve. És ilyen módon már tudtam támogatni, hogy akkor nem a pénz megélhetés miatt, hanem a saját önértékelése miatt elmenjen és indítson egy új karriert. És azóta is sikerült, és sikeressé vált, és az, hogy plusz még jól keres, az egy bónusz, de hál' Istennek nincs az a nyomás, hogy abból kell megélni, hanem plusz még abban is értékesnek érzi magát, hogy jól keres, és meg tud mindent engedni magának, és nem egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben van. Ez azt mondja, hogy ez mindenkinek nem megvalósítható, ez egy ideális dolog, és az Úr kegyelme, hogy ezt meg lehet tenni. Tehát fontos, hogy egy nő is a világi karrierjében tudjon sikeres lenni, de ez nem azt jelenti, hogy felcserélje minden más, amit neki kell csinálni. Még egy pár név is nem is nyugdíjban, és ők tartanak. Hallója. Ha már Attila nagyon
számomra nagyon szimpatikus módon említette a bibliai modell. Ezért ha megnézzük, mondjuk egy tradicionális zsidó családban, hogy működnek a dolgok, vagy mi volt a bibliai modell, ott az apák a gyermekekkel való foglalkozásban, az írások tanításában, a gyermekek jellemének fejlesztésében sokkal jobban közreműködtek, mint ahogy azt ma gondoljuk. Tehát egy zsidó apa a szombaton az oda ül a családja elé, és tanítja az írásokat a gyermekének, és egyáltalán sokkal jobban részt vesz a gyermekekkel való törődésben, mint ahogy ezt ebben a egykeresős családmodellben sikerült itt a nyugati világban megvalósítani. Hát számomra egyébként szimpatikus is az a folyamat, hogy a férfiak igenis fokozottabban vegyék ki a részüket a gyermekekkel való foglalkozásban, és ezt keresztény férfiak nem tudjuk megspórolni. Tehát nem lehet azt gondolni, hogy majd a gyerekek jellemének fejlesztését, az ige tanítását, majd azt is megoldja a feleség. Meg ő csinál a fiaiból kősziklát, férfias karakter. Nem, tehát karrier ide, meg egykeresős, meg akárhány keresős család modell, nekünk keresztény férfiaknak igenis Istentől kapott kiemelt felelősségünk van a gyermekünkről, gyermekeinkről és a családunkról való intenzív törődésben.